nem fér bele a fejed olyan nagy. Ha! Dick! Testvérem, mennyit ad a lezére? Lejtsed itt a táncot! Mennyit ad a lezére a vasére? Gyere, 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 állj, gyere, állj, gyere, 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 állj, állj, gyere. Olyan tenyír, ja? Állj, állj! Sok? Ez ennyi? Nem, még van 4 centi, így jó. Azt mondtad, hogy fölülről kell, és mindent ki kell szedni. Mert az kiváló. Mert az úgy van. Az. Mi? Hát, ha le kell mászni az aknába, az kiváló. Biztos, hogy nem engedjük be a hideget. Mutatom. De azért mondom, hogy kiváló. Ebben a vonalban a motor találkozásán lent. Akkor ezt kell levenni, és ez biztos le kell lenni, az tényleg. Jó, te figyelj, még el is kezdem. Kérlek egy csavarhúzó. Kérlek egy csavarhúzó. Ebből baj lesz, Balázs, tele. De most komolyan veszel. Nagyon is, hát ilyen cipőben nem lehet nem komolyan menni. Eddig jó, eddig jó. Akkor jó. Bekapcsolod az alján, és akkor megkeresed a Bluetooth-t alján, alján. Az. Mi esett le? Nem tudom, de a motorvédő igesett csak szerintem. Igen. Úgy hallottam. Ezt én is, erre én is rájöttem közt. Ellentétes, mi a fasz? Volt ellendarab, mindegy, úgyis le kell látni. Oda világítsa oda? Ú, basszus, mennyi cső van ott, tehát eltűnt. Ott van! Hol? Lát, ott. Nem. Kajak. Termosztát. Hát ez itt izének tűnik. Klímakompresszornak tűnik a legelső, amit látunk, nem? Buti. Az alját is megnézhetjük. Ja, várjál itt. Itt. Az jó. Nézd ott. Hó. Karbantető. A csavar alatt átnézünk. Ez a, az a cső. Ami oda... Annak ott. Úristen. Jossz a Petra kezével majd. Aztán ezt le kell venni. Semmi nem fog kifröcskölni az arcomba mérgező folyadékot. Mi mindent te csinálsz? Akkor persze. Fog. Mérgező folyadékot? Persze, szerinted minek kértem dísznek? Te úgy szoktál. Bencével szerelünk, akkor mindig egyébként. Úgy ez elvileg a szervó. Amikor 3 napig cseréltünk futó, elvileg ez a szervó pumpa. A szervó pumpa. Elvileg. Én azt hittem klímakompresszor. Az alsó lesz szerintem. Ja, az lehet. A klímakompresszor az nagyobb általában. Tényleg, igen. Le kell venni a zíjat. Ez az első. De, holó! Erről itt a felsőről, no? Hát például. Na, hát akkor feszítsd meg. Cseh. Hú, Balázs, kemények vagy. Ennél több? Hát... Így áll még egy kicsit, és aztán menni fog. Yes. Ez egy nagyon lehetőség. Úgy vedd le, hogy jegyezd meg, hogy áll. Nem csak ők visszacsinálod a zenét. Elég amatőr. Zenét is, meg egy 10-es kulcsod is. Megtanultam egyszer az ex-munkahelyemen a slambiba, amikor nem volt öngyújtom. Hogy gyújtsam meg a cigim. És hogy? Kell az egy elem, meg egy kárgónak az alufólia papírja. És rövidre zárod? Menő vagy. Most csináltam egy csomó szafatot, és akkor mindig, amikor rágyújtottam, akkor az egyiket elhasználtam. Amúgy valakinek le kéne engedni egy ütővizet adni. És ezt hogy? Nem tudom, rád van bízva. A legalsó csövet el kell vágni. Ollóval mindent meg lehet szerelni. Only német. Kifér az egyáltalán? Ja, most van gáz, hogy most nem tudod már tekelni. Kéne neki. Jó 3 centit haladtam. De egyébként biztos le kell venni a motorvédőt, mert tudom, nem tudsz alá tenni. Nem lehet, hogy kint van amúgy a csőkulcs, csak házkulcs alapból, nem tudom. Nem tudom.
kész vagy? Nem, most. Visz mindent. Még van kettő. Mindenek a sarkára vigyázz. Attól parázok mindig a lépcsőnek a sarkától. Hát beleülsz lefejele, rákönyököz, mint a beleülsz lefejele. Igen, az mindenki így ül bele. Hát de nem, meg volt az rá. Ebbe ez szokott beleülni. Meg volt az, hogy ráülsz. Balázs, mi mennyi eladó kabát, hogy geci jó. Ez honnan van? Ott adták? Golf találkozó. De nem. Paszkolok ebbe. Hát igazából lehet nem lett volna annyira fos. Csak kicsi? Hát kicsit biztos, de annyira nem. Szívesen segíteni, csak nincs kedvem. A szándék megvan? Az a lényeg. Mindig a szándék van. A szándék a lényeg. Mondjuk fogjam Balázs a kezed mondjuk? Szeretnéd? Nagyon igen. Így a kis hullatok le. Á, nem, bocsi. Mégsem. Adod a Bencének, ő eléri. Ember. Én is elérem, csak én kényelmesen. Amúgy a kereket is lehet, hogy le kellene. Mi ez? Itt, hogy innen, mert hogy innen csavarjam ki a termosztátot. Mert? Hát én nem értettem. Mert? Hát de ott van. Szedjük le a féket, de nagyon bent lesz. És nincs. Szedjük a féket. Szedjük mi van a fékkel, így is ráz? Nem, most már jó, megcsináltam. Mert mi volt? Hát leszettes, azt mondtad, leszteg el. Én nem értem. Én még a mai napig nem értem, hogy miért volt olyan, amilyen. De akkor mit csináltam, hogy jó? Rátettem az új ízé féket. Azon az oldalon próbálkoztam, rátettem, ráhúztam ki egy csavart, jó, mondom, Patrika, megforgattam, és így járt. Az új? Aha. Mondom, mi a geci, ez hogy lett kicentírozva? Mondom, lehet, hogy szalul tettem föl, jó. Levettem, föltettem a másikat, ugyanúgy jár. Mondom, az a kettő, mind a kettőt elbaszták. Jó, akkor mondom, itt van még a régi. A, föltettem azt, annak semmi baj, az hibátlan amúgy, csak ez amúgy jobb. Van? Nem, nem, az tök patika. Ez jobb, ez furt mart, ez jobb. Értem, igen. Nem, ez tényleg nagyobb terhelés kibírt. Jó, na, ennyi. És azt föltettem, megforgatom, patika. Mondom, akkor nem lehetek hülye. Föltettem a másikat is, az is tök jó forog. Na, mondom, akkor átjövök ide. Megpróbáltam itt, az egyik esztergáltal, megforgattam, csak egy picit csinált ez, de egy picit csináltam. Utána a másikat is föltettem, az jó volt. Mondom, ez hogy? És utána megpróbáltam a vizékkel is, a régivel, az is jó volt. Itt igazából csak az egyik kezdett el óvárisra menni. Na mondom, akkor megint elmentem a másik oldalra, mondom, az meg ilyen. Hallod, még mindig van. És az a vizék állati. Azt mondta Bence. Mondtam, hogy három van ott eszes. És mondom, hogy innen eléred. Hát ez nagyon kemény. Na mindegy, és akkor... Hogy volt? Ja, utána rátettem a... Várjál, hol fejeztem be? Itt megpróbáltam mindent, ott is megpróbáltam mindent, újra kezdtem el ott megpróbálni. Ja, de amúgy az összeset letisztítottam faszán. Drótkefével kifújkodtam mindent, nem volt sehol egy rozsda agyon sem, meg a másikon sem. Mm-hmm. Föltettem, és akkor meg jó lett. Szóval én nem tudom... És mikor voltál esztergált? Nem tudom miért. Amikor írtam neked, hogy jöttél szembe, és... így jött össze. Sunyi vagy, hazafele szerinted hogy jöjjek meg vitába? Sunyi van, soha jöttél így szembe. Sunyi volt? Jó, és? Hát és szerinted utána mennyi életem volt? Jaj, így ez kettes. Na mindegy. Előtte levő nap adtam le, és akkor hoztam el. Észrevetted, hogy fos is elvitted? Persze, hát izé, nyomtam izé 101 féket, azt... Ahogyat nem mondom, ezt le kell venni. Nem idegesítő amúgy. Nem. Geci, hányszor csinált a golf? BMW is most csinálja, de ne szarom. Meg már kicsit válasz, majd ha elkopik, akkor majd újat veszek. Akkor válaszol mindenkinek, ha? Akkor nincs. Akkor nincs. Na. Csak na jó. Ebben ha leengedett... Hibátlan víz. Adjuk el! Amúgy igen. Alig használt hibátlan víz. Itt van minden vízból. Tényleg. Főleg a bárdi, nem? Igen, az a vizet bárhol lehet venni. Hát kajak. 500 forint. Ilyen drága nálatok? Na de 5 percig folyathatod. Jó. 500 forint, 5 perc. Igen, nálatok? Víz. Nem félreérteni. A víz. Azért kérdezem. Na, figyelj, ha szétszedi a kocsit. Ha 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 ha!
Lejtetted? Beesett? Hallod, Bencebe? Te direkt csinálod. Diego motorvezérlő van. Király, ez megvan. Vems. Vems, igen. Diegos. Diego. Az a helyben Diego nagy betűkkel. Balázs, hallod? Gyere már vissza. Elhiszem, biztos, hogy megszakad benne. Csináld meg, bazd. De megszakad benne a menet, hagyd úgy, és szedjük le ezt a felét csak így, és kész, alá. Ez nem így működik, hogy fél munkát végzünk. De ez nem fél munka, annyit csinálunk. Na mutasd meg. Azt a csavard már ki. Na, vigyázzad én. Na, amúgy leengedted azt a vizet? Nem, mert Levi csavarja, ez utolsó csavart. Tök? Nézzék rám fogja, hogy én beszélek. Levi! Bence! Gyakorló, Máté! Itt vagyok. Srácok! Hú, Balázs, nagy nézésed. Nem fog kijönni. Mi? Megszakadt, az tuti. De ennek az sem volt szaragsi. Arénába lemerültünk a faszba. És bevikázott valaki? Hát no. Ezért Janikával voltunk, azt mondta az Infinity Pikáztalatost. Elkezdtünk másodszorra. Tényleg. Az még a randis... Először a kapcsolatba találkoztunk. Az még a randis idő. Tényleg, 10-16 évesek vagytok? Ez az egy mondat megvan, Balázs, de 10-16 évesek vagytok? Adj már egy csarhúzót, légy Z. Majdnem. Így kezdődött több eszembe. Janinak a szűnapján. Neked nem emlékszem? Azt tudom, de az... Jön oda a Balázs, és akkor... Bocsi, 10-16 évesek vagytok? De miért úgy nem tudod? Nem tudom, ez volt az első kérdése. Oda jön és nekem ez az egy kérdés maradt meg. Nem. Tőle. Először, amikor... Igen, úgy találkoztunk, hogy a Jákobban jöttem oda. Aztán vitt egy kört a Dodge-el a Bence, akkor van a nyenketes videó. Amikor még a golfkocsi srác, aki úgy hívta a kocsiját, hogy golfkocsi. És a Jákob mutatta meg az új kibufogóját, ja, és mentünk egyet a városban. Igen. És mentünk mögötte, ja. Az akkor volt? Az az első randi. Tényleg. Másodszorra meg eljöttem. De mit csinálsz, Bence? Eljöttem hozzátok otthonról a hüvén keresztül az arénába. Ott volt a bunkó, akkor még a 6G Hondája volt. Ő állt így elő, ti meg így ketten a Honda meg a Dodge. És helyzetjelzőn volt egész este volt. Meg egy telefon. Egy millió valamennyi volt a nem tudom milyen dupla. Kezdődik dohányzó csomag, 13600. Minek bele? Mi? Hát mert cigizek. Dohányzó csomag. Dohányozni egy M3-ból. Persze. Abban nagyobb paraszt, nem? Hát. Ja. Szia. Szia. Komfortbejutás, az, hogy nincs izé? A bazd meg, hogyha vásárolok, és a két Gucci szatyor a kezemben van. Igen, tényleg. Rögtön a kilincs. Tényleg, a Gucci szatyokat be tud tenni. Kormánykerékfűtés 65 000. De ez jó, mintha nem haladnék. Szerintem annyira nem vész amúgy. Mai extrahoz kérdés. De az geci drága. Antracit. Ankantara tetőkárpit. Igen. Antracit. Az nulla. Ez előbb. Típus felirat elhagyása, nem, nulla forint. Azt hittem azt is felállnak, számolják fel, hogy nem írják rá, hogy M3. De mi? Én azt hittem, hogy felszámolják. De az ne, az legyen rajta. Figyelj, ezen besírtam. Azon kívül. Külső és belső tükörcsomag 105 000 forint. Hogyha nem kérek, akkor nincs benne tükör. Dehogy van. Az index is, kerestem, ezután az indexet is kerestem, esküszöm. Harman Kardon. Harman Kardon? Hát az 400 000-ért végül is. Szóljon. Ha szóljon már jobb az meg, ha szól. Ha szólsz, akkor szóljál. Kussoljál, szelgessék. Azt mondom, vagyok basz meg. Teleszervízt, azt nem kértem bele, az minek. Az mi? Milyen fasságok nem pazarol. Az mi? Nem tudom, de 0 forint, de nem kértem bele. Fasságok nem 0 forint, de nem kértem. Egyszerű pontom, ez mi az, ami 0 forint, az nem kérdezik. Ja, ilyen is én. Antizidó. Szervízing. A bogátot is kérdezik. Ring taxi. Ott, nézd, megmutatom, hol szállnál el. Tudom, de megmutatom, oda mennénk először. Nem, ott. Sehogy nem. Ott, rögtön ott a sóderájba, bam! Forma 1-ben azt mindig túlvettem. Kiadtam. Túlvettem. Sírkőcsomag. De csak azt a halált tudtam tökéletes.
kész. Lazult. Még mindig nem jön kézzel. Mi? Még mindig nem jön kézzel? Nem. Szármenger, nem? Mence. Egy-kettő-három. Nem is látsz. Na, azt nagyon gyorsan felvizsdál. Kis kavar, meg a anya, nem, a csonknak a vége egy szinte van a csavarral. Jaj. Belejtetted? Persze. De mit? Ha, nem tudom. Csőkulsod. Aha. Ja, azzal próbáltad? De nem is koppant. Nem, hát mit van? Úgy ejtetted, hogy nem? Hát, ja. Még úgy van, most ez lejön. Fönt állni. Kettő volt és egy lent, vagy hogy? Igen, most egy lejött. Ugye nincs repedés a vezetéken, Bence, ami a lámpához megy. Mert áll a vízben. Hát áll a vízben! Figyelj már, nincs kedved. Nincs. A motort, hogy hamarabb bemelegedje, hogy hamarabb legyen meleg. Nem mondod. Hát, a racsnis jelzőre készítettet lehozni. Nincs. Három utcát és már majd 90 van. Másik számot kérünk. A Biki Tonight. Hoppá! Ez mi volt? Nem is értettem. Ja, ez lepattan? Igen. Miről? Csak így, ilyen. Nem akarsz segíteni? Beírom neki, hogyha megveszed nekem. Sikerült? Nem tudom, mi történt. Érted. Kiesik a blokk mindjárt. Az is lehet. Benne van. Még van. Ez a bandázós rész visszaállás? Hát ez még a szerelős öreg apá. Én a bandázósom már nem összek itt. Hál' Isten. Kár, nincs semmi a kezemben, hogy valamit tudnék csinálni. Jó! Az bejöhetsz hátra, jó? Ho! Dik! Ez miért szar? Ezt akartuk eddig? Aha. De nem mozgass. Lakosztomra vigyázz. De egyébként a hűtővíz nem biztos, hogy jó oldal. De hát sír. De hát sír. Sír. Én is. Ezt mit csinálsz? Ezt így kell kivenni? Ha az mi? Tömítés? Ez termosztát. De vettél hozzá egy tömítést? Kaptam. Nem kellett venni is. Na, hol sorry. Van? Sorry. Ez ilyen pakban van. Tessék, visszaadom. Ez túl vérlesz. Hol van az új? És ez a bigyó fölfele van? Így, ahogy így megy rá a motorra. Jó, de ez tuti fölfele van? Nem. Na, azt mondja, kérdezem, mert ez lehet így is. Nem, így van, így. Az kajak egy ilyen, az egy ilyen kis izét, egy kis tömítésszerű, látod? Ja. De ugye nem működik. Ó, de jó, passzantos. Hát. Nem kell aktiválni, mielőtt berakod? De. Valaki tud licensz kódot? Regisztrálni kell neten. Hallod, csiped már meg. Mindegy, szét vagyunk esve. A lényeg az, hogy úgy fölbaszott tegnap ez az autó mindenkit, hogy már csak a végén néztük, és csavartuk, és csavartuk, és ennyi. Úgyhogy egy kicsit lemaradt a nagy része a dolgoknak. De sikerült igazából betenni, az a lényeg. Visszacsavartuk igazából a termosztátnak mind a 1-2-3 csavarját, plusz még rá az egy-egy anya. Aztán ennyi csövet rádugtuk, termosz kicserél. Itt van egyébként a régi termoszdát, meg a régi gumia, meg egy bilincset. A bilincset is lecseréltünk egy másikra, mert az egy katasztrofális bilincs típus volt, úgyhogy igazából most már csak az van hátra, hogy feltöltjük ezzel itt. Egyébként kb. Ilyen. Mikor kezdtük? Egy 8-9 között szerintem. Inkább 8:30. Tippere, hogyha abból indulunk, hát hogy 7 körül jöttél. Igen, egy óra durván, hogy ideértünk. Ja. Legyen 9, az egy szép kerek. Vagy jelen bölcs, mert amikor befejeztük, az is fél 9, akkor volt egy ilyen, mit tudom én, mi a lac? Csődik. Volt egy ilyen... Technikai szünet?
Három fele. Ja, akkor befejeztem. Én háromkor feküdtem le. Esküszöm neked, 3:30-kor én már kijöttem a zuhanyzóba, és mentem felaludni. Akkor 1:30-at befejeztem. Hát tesó. Az utolsó 1:30-ról maradtam le. Amikor, látod, amikor... Nem, ez több óra lett volna, hogyha itt néznek még. De ha nem néznek, akkor érted? Ők nézhetnek, én nem. Ez ilyen. Hát, lehetne rövidebb ez az autó, és akkor könnyebb lenne minden, meg kevesebb műanyag lehetne rajta. Meg jobban hozzáférhetőbb hely. Nem, egyébként tényleg az a gáz, hogy olyan össze-vissza vannak a kábelek meg a cső. Tehát én a klímacsövet nem értem, hogy így megy egy cső, és a másik cső az így körülötte megy. Két fém cső, és így egymásban van így csavarva. Azt láttad, nem? Én nem is értem azt a megoldást, ez mi? Úgyhogy nagyon gáz cserélgetni a dolgokat benne. Ez így van. Mert ez kb. Ideig van töltve, szerintem így. És ezt nem szabad meginni? Hát én nem innám meg. De miért nem szabad ezt meginni? Meghalsz tőle. A Death Twist-től. Ja, a Death Twist-től nem. Azt hittem, ha erre gondolsz. Nem, én Death Twist-re. Azt tudom, hogy nem szabad meg, vagy nem tanácsos, de miért? Figyelj, ott van még. Ja, látom. Az olaj. Az mi szirup, gec? Na. Kész. Ebből kell töltsél? Milyen rózsaszínek? Mi az? Ennek nagyon nem hűtővíz szaga, amúgy szagoznál meg. Hú. Kemény. Fúja. Alkohol. Mit csináljak? Hát, hogy még erről le lehet szedni szerintem teljesen, hogy több levegő kipusztuljon onnan. Jó. Nyugodtan. Csapasd. Ez mi? Oh. Basztasd meg a leléket, amikor indítok. Az a tüttye. Vagy húzz egy bontent. De ez már nem az az autó.